Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Itt most egy Zoom videokonferencia segítségével vagyunk együtt. Köves Lobó a másik vonal, másik végén van. Szervusz, Lomó. Szervusz, Péter, üdvözöllek, üdvözlöm a Köves Lomó rabbi azért most egyféle média sztár lett a magyar sajtóban, mert nem volt olyan óra, hogy ne jelent volna meg rólad az, hogy Köves Lomó elkapta a koronavírus. Köves Lomó nem kapta el a koronavírus, szimultán változtak a hírek, de hát aztán masszívan beállt tegnapra, hogy félfertőzött vagy, akkor szeretném, hogyha elmondanád most nekünk, a hallgatóknak, hogy most valójában mi a helyzet, hogy vagy, és megfertőzött vagy-e, és mi a helyzet ebben kapcsolatban. Igen, igen. Hát egyrészt nagyon jól esett, nagyon sokan írtak, hogy mielőbbi felgyógyulást kívánnak, és remélik, hogy jól vagyok, úgyhogy mindenkit szeretnék megnyugtatni, köszönöm szépen. Hál' Istennek jól vagyok, most már napok óta jól vagyok. A múlt héten hétfőtől voltam lázas, egy 3-4 napon keresztül, és őszintén szóval nem is tulajdonítottam ennek nagy jelentőséget. Előfordul velem, hogy időnként influenzás vagyok, mint mindannyiunkkal. Csütörtökön csináltam egy úgynevezett gyors tesztet, tudod, ez az a teszt, amit az embernek az ujjából kis vérvétel. Igen, igen, vércsepp. De pár perc alatt megvan, és az ugye kimutatja, hogyha vannak úgynevezett antitestek már az ember szervezetében. Ez a teszt, ez negatív lett, úgyhogy továbbra sem gondoltam, hogy koronavírusos lennék. Aztán hallottam, hogy páran mások is megbetegedtek a közösségből, és aztán szombat éjjel, vagy szombat este a sabát kimenetele után szólt az egyik barátom a közösségből, hogy ő csináltatott egy úgynevezett PCR-tesztet, ugye ez az a teszt, amit az emberek a garatból és a orrából vesznek le, és ez a legbiztosabb, ami ki tudja mutatni, hogy az ember ont-e magából még vírust, és hogy az ő tesztje pozitív lett, akkor gondoltam, hogy én is majd csinálok egy ilyen tesztet. Vasárnap délután levették rólam a mintát, közben nekem már elmúlt a lázam, tehát tulajdonképpen kezdtem egészséges lenni. Most ennek a tesztnek az eredménye kedd reggelig még nem érkezett meg, úgyhogy akkor a biztonság kedvéért kedd reggel egy másik helyen is levettem a mintát, és a következő érdekes dolog történt, hogy vasárnap a vasárnapi mintavételnek az eredménye megjött mondjuk kedd dél körül, és azt mondta, hogy pozitív, tehát hogy van bennem vírus. Uh-huh. Majd egy órával később megjött a keddi mintavételnek az eredménye, az pedig azt mondta, hogy negatív, hogy nincsen már bennem vírus. Mire ugye ezt én is meglepetéssel konstatáltam, meg maga a laboratórium is, és akkor az orvos azt mondta, hogy hát akkor csináljunk egy harmadik tesztet, hogy csináltunk kedd este egy harmadik tesztet is, aminek ma reggel, pontosan tegnap reggel, tehát szerda reggel jött meg az eredménye, hogy ugyancsak negatív, úgyhogy egyöntetően az lett végül is a mondás, hogy valószínűleg vasárnap este még bennem volt a vírus, de kedden reggel már nem volt bennem a vírus, most már nincs bennem a vírus, ettől függetlenül most még egy pár napig itthon maradok, és utána majd csinálok egy vérvételes vizsgálatot is, ugye ez egy olyan vizsgálat, ami egy nagyobb vérmennyiség levétele után meg tudja mondani, hogy milyen a antitest állománya az ember szervezetében. De feltétlenül most már elmondhatom, hogy túlestem ezen a koronavíruson, és a kedves hallgatókkal csak annyit tudok erről megosztani, hogy az én esetemben legalábbis ez teljesen olyan volt, mint egy szokványos influenza, úgyhogy semmilyen más. Igen, nem okozott akkor ezek szerint súlyosabb gondot. Jó, hát minden esetre a közösségek most mindenütt vigyáznak, ugye a Mazsi Hisznál is, és az emik köreiben is most szünetel, a zsinagógák nem működnek, zárva tartanak, ez teljesen érthető. Akkor reméljük, hogy ez ezzel le is állt, és akkor most már mindenki egészséges lesz. Hát ma egy nagyon érdekes nap van, mert bőjt nap van, illetve mondd el nekünk, mert ez már tegnap elkezdődött a bőjtje ennek az ünnepnek, ez egy szomorú ünnep, ez a Tisza Beáv, ugye ez a Áv, ahol 9-e, amihez nagyon sok esemény kötődik a zsidóság életében, hát mindesetre a két legszomorúbb, ugye mind a két templom lerombolásának ez a napja, bármilyen érdekes, bármilyen távol is volt egymástól a két esemény. Igen. Igen, igen, úgy is nevezhetnénk, hogy ez a nap a
a nemzeti gyásznapja a zsidóságnak. És valóban a legnevesebb gyászesemény, ami ezen a napon történt, az az, hogy a jeruzsálemi templom elpusztult. És ugye kétszer is állt a jeruzsálemi templom, egyszer ugye Salamon építette föl, Dávid fia Salamon király, egy körülbelül 2800 évvel ezelőtt, és egyszer pedig egy olyan 3-400 évvel később, miután a babiloniak ezt lerombolták egy olyan 2500 évvel ezelőtt, és akkor egy 70 évvel később Ezra és Nehamiás újraépítették, és ez volt az a templom, amit később aztán 400 évvel később Heródes kibővített, és aminek a külső fala a mai napig áll, ugye ez a sirató fal, a kótel. Tehát ez a második aztán... templom megmaradt nyugati fala. Így van, így van, és ezt a második templomot pedig a rómaiak pusztították el 2000 évvel ezelőtt, időszámítás után 70-ben egész pontosan, és mind a két esemény, tehát mind Nebukadnezár babiloniai király által történt első templomnak a pusztítása, ami egész pontosan időszámítás előtt 422-ben volt, mind pedig a második templomnak a rómaiak általi elpusztítása időszámítás után 70-ben Titus által, mind a kettő az Áfó 9-én történt, ezért is különben ennek a héber naptári hónapnak az a neve, hogy teljes neve, hogy Menachem Av, a vigasztaló apa, mert ugye itt ebben a hónapban vigasztra van szükségünk, hiszen egy ilyen szomorú esemény megismétlődött ezen a napon. Még sok más minden történt ezen a napon, arra mindjárt ki fogunk térni. De ugye csak még itt a hónap nevének a kapcsán, ugye a zsidó naptárban a hónapoknak a nevei, azok a nagyjából a babiloniai fogság idején alakultak ki, tehát így 2500 évvel ezelőtt, amikor az első templom már ugye pusztulásának az eseményén túl voltak, és így az egész hónap erről az eseményről kapta a nevét Menachem Av, vigasztaló apa, és ennek a 9. napján volt ugye a szentének a pusztulása. Különben azt tanítja a Talmud, hogy ezen a napon 4, pontosan 5 olyan dolog történt, ami különös gyászra ad okot. Ugye említettük ezt a kettőt, tehát hogy a két szentének a pusztulása. Jóval korábban még a bibliai történet, ami arról szól, hogy amikor a zsidók ugye kijönnek Egyiptomból, akkor mivel vétkeznek a kémek, az előre küldött kémek által, és nem akarják elhinni, hogy képesek lesznek bevenni Kánaánt, akkor Isten azt mondja, hogy akkor 40 évig vándoroljanak a sivatagban, és az egész nemzedék pusztuljon el, ebben a 40 évben. És ez a dekrétum, ez az isteni büntetés is Áfó 9-én adatott, és aztán két másik esemény már a második szentély pusztulása után, hogy ezen a napon egyrészt lett leverve véglegesen az úgynevezett Bar Kokhba felkelés, ami a rómaiak által, ami így a időszámítás második század környékén, tehát a 120-130 környékén, és ezen a napon volt aztán később, hogy felszántották a várost, tehát... Az akkori Jeruzsálemet. Az akkori, már a pusztulás utáni Jeruzsálemet felszántották, és még a nyomait is el akarták tüntetni Jeruzsálemnek. Ugye ez a Talmud által végigvett 5 szomorú esemény ezen a napon, tehát a történelem során számos a hosszú zsidó történelem során számos más szomorú esemény történt. Ezen a napon volt 1492-ben például július 31-én a Spanyolországból kiűzték a zsidókat, 1306. július 22-én, ami ugyancsak Áfó 9-ére, 10-ére esett, volt, amikor a francia zsidóságot űzték ki, 1290-ben, amikor az angol zsidóságot űzték ki, az 4 nappal korábban volt Áfó 5-én. Úgyhogy sajnos ez a nap, ez egy szomorúsággal és pusztulással egybekötődött nap, aminek az első eseménye, az tulajdonképpen nem is a szentély pusztulása, hanem ez, hogy a zsidók nem mehetnek be a várra várt Kánaánba, hanem 40 évig kell vándorolniuk, és ebben a 40 évben
meghal az egész nemzedék, aki kijött Egyiptomból, és különben nagyon érdekes módon ezt úgy írja le a Midrás, hogy a Talmud irodalom egyik alapműve, hogy minden évben, ezen a napon, Áfó 9-én, azok, akik betöltötték a 60. életévüket, kimentek a tábor szélére, megásták a sírjukat, és ott meghaltak. És így minden évben meghalt egy teljes nemzedék, vagy egy évfolyam tulajdonképpen, mindenki, aki abban az évben betöltötte a 60. életévét, és így 40 év után már nem maradt senki, aki legalább 20 éves, katonaköteles 20 éves lett volna akkor, amikor eredendően be kellett volna, hogy menjenek. Tehát ez egy nagyon érdekes, és ez is erre a napra esett az isteni döntés, hogy rövidebb utat válasszák a Kánaán felé, a vándorló zsidók, hanem a 40 éves sivatagi hát ugye vándorlást emiatt. Uh-huh. Igen, ez a hagyomány szerint ez is erre a napra esett, és tulajdonképpen ez az első alkalom, hogy Áfó 9-én ilyen szörnyű isteni büntetésnek lettünk kitéve, és hát ugye ez nagyon fontos, ez az egészben tulajdonképpen benne van, hogy hát sok minden benne van ebben a történetben. Az egyik az, hogy minden rossz dolog, ami velünk történik, pláne hogyha az kollektív történik velünk, az valamilyen módon egy isteni büntetésnek, vagy egy isteni dekrétumnak, vagy érthető, vagy nem érthető, de mindenképpen isteni dekrétumnak tekintjük, és nem pedig valamilyen véletlennek. És ez önmagában kifejeződik azáltal, hogy nemzedékről nemzedékre az igazán szörnyű és szomorú események, azok ugyanazon a napon, vagy ugyanaznak a napnak a környékén történnek. Van egy ilyen mondás a Talmudban, hogy még Galgelin Schut le Yom Zakai, hogy egy érdemleges dolgot Isten egy érdemekkel teli napra szokott tenni. Egy érdemleges vagy örömteli esemény az valószínű, hogy egy olyan napon fog történni, ami amúgy is örömökkel és boldogsággal teli. Egy szomorú eseményt, egy dekrétumot, egy isteni büntetést pedig egy olyan napra fog valamilyen módon tenni, amelyik amúgy is már más büntetések vagy szomorú események által meg lett pecsételve. Úgyhogy ez egy ilyen szomorú időszak, és azt is mondhatnánk, ezért mondtam azt, hogy lehetne ezt úgy is nevezni, mint a nemzeti gyásznap, amit különben megelőz 3 hét gyász, ez az úgynevezett Drei Wochen, vagy az a 3 gyászhét, amit a Áfó 9-e előtt szoktunk tartani. Ez az a 3 hét, amikor nem szabad esküvőt tartani, nem szabad új ruhát venni, semmilyen örömteli dologban nem szabad, hogy kivegyük a részünket, mert meg kell adni a gyásznak az idejét, és ennek a csúcsa az utolsó 9 nap, és aztán a 9. nap maga az a bőjt nap, amit ma tartunk. Hát ez a mai nap, igen. Igen. Most én azt olvastam, hogy az egyik utolsó nap nyilván tartott ilyen szomorú 9-e, az 1942 áv 9-e, mert hogy a Treblinkai táborban állítólag ekkor kezdődött meg a tömegmészárlás. Nem tudom, hogy ez egy ennyire pontosan így van-e, vagy csak körülbelül, de akkor ez egy nagyon vitatható dolog, mert ugye a holokausztal kapcsolatban ugye nagyon maga a zsidóságon belül az érintettek körében sok vita van, hogy ez az Isten büntetése volt, akkor viszont nagyon sokan elhagyták a vallást emiatt, vagy pedig nem. Szóval... Ugye én amiről én tudok, vagy amire én ennek utána néztem, az, hogy 1942-ben ezen a napon volt, hogy elkezdték a gettói Varsóból kiüríteni a Varsóba. Igen. A Treblinka felé valóban. Hát az, hogy Isten büntetése volt-e a holokauszt, és hát, ugye ez egy olyan kérdés, amiről már itt ebben a műsorban is sokat beszéltünk. Ugye a zsidó vallásnak az egyik alaptézis, hogy semmi sem véletlen. Minden, ami történik, az valahogy az isteni, úgynevezett isteni gondviselésnek a része. Tehát véletlenek nincsenek. Az önmagában is az isteni gondviselés része, hogy embereknek van szabad akaratuk, és az ember szabad akarata révén, az emberiség, ahogy tetszik, a szabad akarata révén válhat olyan romlottá, hogy ember ember ellen fordul, és
a legborzasztóbb dolgokat is képes keresztülvinni, mint ami ugye a holokauszban történt. Azt, hogy a holokauszt, és tulajdonképpen bármilyen ilyen jellegű szenvedés, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy ez az isteni gondviselés része, sőt, még talán azt is mondhatjuk, hogy ez valami fajta isteni csapás volt, de hogy ezt olyan isteni büntetésként értelmezzük, ahol megpróbáljuk még azt is megmagyarázni, vagy megtalálni, hogy és akkor kinek miért járt ez a büntetés, ez nagyon szemben áll a zsidó gondolkodásmód, a zsidó hagyománya. Az ember mindig személyesen próbáljon önvizsgálatot tartani, de kollektíven az egész közösségre, az egész népre ilyen jellegű magyarázatokat adni, az messze áll a hozzáállásunktól, ami azt jelenti, hogy ezt ilyen értelemben nem próbáljuk megmagyarázni. Annak ellenére, hogy nagy szenvedés történeteit a zsidóságnak, mégis több száz vagy ezer év távlatából mégis valahogy úgy próbáljuk magyarázni, hogy az minket az önvizsgálatra, a saját magunk megjavítására, jobbátételére késztessen, mint például, ha már a szentély pusztulásáról van szó, akkor a szentély pusztulását is úgy értelmezi a Talmud irodalom, hogy bár igaz, hogy egyszer a babilóniaiak, egyszer meg a rómaiak pusztították el a szentélyt, de hát Isten házát nem tudta volna semmilyen hadsereg elpusztítani, hogyha a zsidók belső spirituális tartása elég erős lett volna. Mi volt a gond ezzel a belső spirituális tartással? Azt mondja a Talmud, hogy az, hogy az emberek között gyűlölet volt, ráadásul az úgynevezett sinat chinam, olyan gyűlölet, ami teljesen értelmetlen gyűlölet. Van olyan gyűlölet, ami nem jó, de van valamilyen oka, ha az ember meg tudja magyarázni. De van az értelmetlen gyűlölet, ami simán az irigységből fakad, és ez a gyűlölet vezetett oda, hogy aztán végül elpusztuljon a szentély, és a zsidók számüzetésbe kerüljenek, és hát a mai napig ott vannak, úgyhogy így az összes későbbi szenvedés is ide vezethető vissza, visszavezethető a szentély pusztulásához, vagy akár visszavezethető ehhez a kezdeti sivatagi történethez. Aha, tehát akkor a zsidó tanítás és gondolkodás egyik kiinduló pontja és alfája és omegája az, hogy ami baj történt a zsidósággal kollektíve, az mindig valami olyan hiba miatt van, amit maga a közösség követett el, és nem pedig isteni elrendeltetés szerint történik. Hát ugye lefordítom ezt. Igen, azt lehet mondani, hogy van egy nagyon erős önvizsgálati, önreflexiós elem a zsidó gondolkodásmódban, és azért, ha történik valami rossz, akkor azt megpróbáljuk úgy megmagyarázni, hogy az a saját önfejlődésünk útjára vegyen bennünket, ne csupán a történelmi körülményeket, vagy ilyen-olyan geopolitikai hatásokat nézzünk, hanem nézzük meg, hogy mi lehet a spirituális, a lelki oka annak, hogy ez vagy az a pusztulás történt, hiszen látjuk azt, hogy a zsidó nép esetében a zsidó nép léte, a zsidó nép fennmaradása sem egy természetes folyamat, hiszen olyan lehetséges, hogy egy ilyen kis nép ilyen példátlan módon közel 4000 éve fennmaradt és létezik. Ennek is valamilyen spirituális, lelki oka kell, hogy legyen, és hogyha történik valami rossz, akkor az ugyancsak valahogy a spirituális bázisnak a meggyengülése okán történhet csak. Állati nehéz felfogni egyébként ezt a dolgot, mert ugye most a hallgatóink között nagyon sokan vannak, akik egyáltalán nem hajlamosak a spirituális dolgoknak az értelmezésére, és két lábon állnak a földön, és materialista módon gondolkodnak, hogy a csodában lehetséges az, hogy több ezer éven keresztül maga a tanítás is a Tóra szó szerint, betű szerint sértetlenül maradt fent is a nyelv. Még ha változott is a nyelv, ebben a műsorban már volt szó róla, hogy azért elég sokféle nyelvjárás van a szétszóratás miatt a zsidóság körében, de alapvetően viszont nem, és a tórai nyelv meg egyáltalán nem. Tehát népek tűnnek el, nyelvek tűnnek el, kultúrák tűnnek el, alakulnak át, vegyülnek, integrálódnak. Mi lehet egy elfogadható, észszerű magyarázat a zsidó nyelv, a tóra, a szöveg, a betű sértetlen fennmaradásának több ezer éven keresztül?
Ráadásul hozzáteszem, hogy a számüzetés és az előzetés után iszonyatos keveredés minden földrészen, mindenféle néppel. Igen, ugye ez nagyon érdekes, hogy a zsidóság, és számos történészt és filozófust indított már gondolkodásra, hogy mi a titka a zsidóság fennmaradásának. És itt ugye ami a legérdekesebb az az, hogy a zsidóság az egyik oldalról valóban fennmaradt, és meg tudta őrizni a saját nyelvét, hagyományát, történelmét, közösségét, integritását. A másik oldalról viszont azt sem mondhatjuk, hogy a zsidóság mint valamilyen teljesen elzárt enklávé létezett volna a történelem során, és nem csak az elmúlt 100 évben nem, hanem tulajdonképpen, ha végignézzük, a zsidóság folyamatosan nagyon erős hatással volt a kultúrára, legyen az akár a keresztény, akár az iszlám, az arab kultúra. Tehát a zsidóság képes volt az egyik oldalról megtartani a saját belső integritását, és a másik oldalról viszont folyamatos párbeszédben volt a körülettel lévő világgal. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés. Az biztos, hogy a zsidóságnak, magának a Tórának, a zsidóságnak a viszonya az isteni tannal, a Tórával, a saját hite szerint, az egy nagyon érdekes és egyedi viszony, és most anélkül, hogy ebben nagyon mélyen belemennénk, talán az én szerintem egy központi eleme ennek az, hogy az egyik oldalról van egy nagyon erős, ha úgy tetszik, akkor a zsidóság az egy konzervatív, liberális felfogás, mert az egyik oldalról nagyon konzervatív, a betűhöz, a Tóra betűjéhez mindig nagyon ragaszkodó, és az semmiképp nem megmásító. Ugye, ha egy betű is kifakul a Tóra tekercsből, akkor az a Tóra tekercs már nem használható. A másik oldalról viszont az értelmezésen keresztül, a Tóra folyamatos újra értelmezésén keresztül, és az értelmezéshez adott szabadságon keresztül van egy folyamatos adaptációs készség, ami pedig életképessé teszi ezt a ragaszkodást ehhez a törvényhez. Uh-huh. Igen. Amit mondtál, hogy miközben megmarad, fennmarad, közben folyamatosan hatással van akár a kereszténységre, akár az iszlámra. Na de hát mondjuk ez kell egy kézzelfekvő, hiszen időben az egyisten hitben a zsidóság megelőzi mindkettőt, ugye. Az egyik az a kereszténység magából a zsidóságból jön ki, a másik az iszlám, pedig egy vegyes tanítás, Mohamed merít már az 500-as években, nem is tudom hányban, 540-ben fogalmazza meg, vagy rakja össze a Korán, és akkor merít az addig ismerté vált keresztény tanokból, jézusi tanokból, és hát vastagon merít a Tórából is, ugye? Igen, de én nem csak úgy értem ezt, hogy nem csak abban látjuk a hatását a zsidóságnak a kereszténységre és az iszlámra, hogy hát hogy tulajdonképpen a gyökere ennek a két vallásnak a zsidóság, aha, hanem a zsidóság kortárs szinten is folyamatos párbeszédben van a körülötte lévő világgal, és ha megnézzük mondjuk, hogy például vegyük akár csak Maimonideszt, aki közel 900 évvel ezelőtt élt, és hogy az ő munkássága az milyen módon volt az egyik oldalról, hogyan használta föl a görög filozófia alapműveit, más korabeli gondolkodóknak a műveit, ugyanakkor pedig ezt hogyan fordította le, és hogyan gyökeresztette, vagy vezette vissza a tórai és talmudi magyarázatokhoz, és kommentárokhoz, és gondolkodókhoz. És aztán megnézzük, hogy az ő műveinek, mondjuk például a tévejgők útmutatójának, ami ugye az egyik alap filozófiai műve volt, az hogyan hatott a korabeli arab és keresztény gondolkodókra, akkor látjuk, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy volt régen egy zsidóság, amiből, vagy volt régen egy tóra, egy ószövetség, ahogy tetszik, amiből a kereszténység és aztán az iszlám kinőtt, hanem hogy a zsidó gondolkodók és a zsidó gondolkodásmód az később is folyamatosan párbeszédben volt a körülötte lévő világgal. Uh-huh. Jó, akkor most egy picit megszakítjuk a beszélgetést Köves Lomó rabbival. Mai beszélgetésünk alaptémája a Tisza B'Av, a bőjtel összekötött ünnep.
Hogy is fogalmaztál az elején, nemzeti gyászünnep, vagy mit mondtál igazából? Hát nevezhetjük úgy, hogy ez a zsidóság nemzeti gyásznapja, aha, igen. Igen. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Folytatjuk a beszélgetésünket Köves Momo rabbival. Ugye egy ünnepnapunk van, a zsidóság ünnepnapja, a Tisza B'Av. Ugye Köves Momo úgy fogalmazott a műsor első részében, hogy ugye ezt felfoghatjuk a zsidóság nemzeti gyásznapjának is, hiszen számos szomorú esemény kötődik ehhez a naphoz. Alapvetően ugye a templom, az első és a második templom pusztulása is éppen ehhez az Áv 9. napjához köthető, de még számos más eseményt is említettünk, és ugye arról volt szó, hogy ez igazából egy böjtnap, de ugye azt mondtad, hogy már napokkal korábban, vagy 9 nappal korábban megkezdődik a böjtölés, és ez a mai nap meg a csúcsa ennek a dolognak, ez mit jelent ez a böjtölés? Szó szerint kell értenünk? Hát ugye magyarul azt hiszem, hogy a magyar nyelven a böjtölésnek nevezik azt is, amikor nem eszünk húst, és hogyha így tekintjük, akkor megkezdődik a böjtölés, és ebben a 9 napban, ami Áfó 1-e és Áfó 9-e között van, ebben nagyon szigorú gyászszokásokat veszünk magunkra, és ugye a gyászszokások részeként nem eszünk húst, nem iszunk bort, nem hallgatunk zenét, sőt, ha csak nem higiéniai okokból, de nem fürdünk, nem cseréljük a ruháinkat. A manapság már ez a ruhacsere az nem egy ilyen extra élvezet vagy luxus, de ez még 100-150 évvel ezelőtt nem volt így, és akkor a ruhacserét is tiltották. Manapság azért már szoktunk, már része a természetes higiéniának, hogy hál' Istennek lehet minden nap zuhanyozni és ruhát cserélni. De a gyásznak ez is része, tehát ez a 9 napon megelőzi az Áfó 9-ét, és az azt megelőző, vagy tulajdonképpen a 3 hét, ami Áfó 9-e előtt van, amiben benne van ez a 9 nap is, ugyancsak egy szomorú 3 hét, ami kezdődik Tammuz 17-ével, ami ugye pontosan 3 hét ezelőtt volt, amikor van egy ilyen kis felvezető, kisebb böjtnap, ami csak reggeltől, tehát napkeltétől napnyugtáig tart, és ezen a napon is tulajdonképpen a szentély pusztulásával és a többi említett gyásznappal kapcsolatos gyászra emlékezünk. Tehát ez a Tammuz 17-e, amikor elkezdődik ez a 3 hét, és ennek egy fokozása aztán a 3 hétenben, amikor elérkezik Áfó 1-e, és akkor pedig elkezdődik a 9 nap, és abban a 9 napban pedig már nem eszünk húst sem, és aztán elérkezik a Áfó 9-e, amikor pedig a szigorú böjtnap előírásait kell tartanunk. Ugye ez a gyakorlatban azt jelenti, ez a böjtnap, hogy tegnap estétől, tehát szerda estétől, csütörtök estig, napnyugtától napnyugtáig, 25 órán keresztül nem eszünk, nem iszunk, tényleg nem mosakszunk, nem mosunk fogat, nem cseréljük a ruhánkat, sőt, vannak olyan szokások is, akik a földön alszanak, mindenképpen a nap közepéig, tehát délig még csak székre sem ülünk, hanem a földre ülünk, vagy valami kis sámlira, ami nem túl magasan emelkedik el a földtől, tehát teljesen úgy viselkedünk, mint ahogy a gyászoló, a saját közvetlen rokonai gyászoló ember viselkedik az első hét gyásznapban. Elég szigorúan hangzik fel nekem, már a megelőző időszakban, hogy se bor, se húsétel, se semmi, hát már önmagában nagyon szomorú történet, de miért kell ilyen rigorózusan újra és újra végigcsinálni ezeket az önkínzó böjtöket például, de több böjtnap is van az év folyamán, persze nem csak ez, és egyik másik az valóban olyan, mint a mai, hogy se étel, se ital, se semmi, és nem elég ezt tanítani, nem elég erre megemlékezni, miért kell ezt végigcsinálni ezt a tulajdonképpen, de kiváló ember számára egy ilyen önkínzó, iszonyatos, nehezen viselhető folyamat. Van egy nagyon szellemes történet Napóleonnal, hogy Napóleon járt kelt a birodalmában, és
meg akarta ismerni a különböző közösségeket, különböző vallásokat, különböző népeket, akik a birodalmában éltek, és hát a zsidók az mindig nagyon foglalkoztatott, nagyon érdekelte Napóleon, és egy alkalommal, vagy hát több alkalommal is beöltözött zsidónak, mint ugye a Mátyás király történeteinkben. Ez már se, vagy ez... Nem, általában ez egy igaz történet, de mindestre beöltözött zsidónak, és bement egy zsinagógába, és bemegy a zsinagógába, és azt látja, hogy hát az emberek a földön ülnek, éppen csak ég egy gyertya elől a kántor mellett, és jaj, beszékelve ülnek a földön, és sírnak, és valamilyen héber szöveget mormolnak. Ugye ez a héber szöveg, ez az Éha síralmai, Jeremiás síralmai, ami ugye része a Bibliának, és ami Jeruzsálem pusztulásáról, és arról a mérhetetlen szenvedésről szól, ami az első szentély pusztulásával jár. De ezt nem tudta, és megkérdezte a mellette ülőt, hogy hát testvér, mi is a gyásznak az oka? És azt mondja az illetőnek, hogy hát nem hallottad, hogy mi a gyásznak az oka? Hát elpusztult a templomunk. Hogy milyen templomok pusztulták? Párizsban elpusztult? Hát nem hallotta, hogy elpusztult a templomunk Jeruzsálemben. És Napóleon teljesen föl volt háborodva, és magából kikelve ért vissza a palotájába, hogy ő nem tudta ezt a geopolitikai eseményt, hogy elpusztítottak Jeruzsálembe valamilyen templomot. Aztán elmondták neki, hogy elpusztították ugyanezt a templomot, de már ennek már 2000 éve. Igen. És akkor erre azt mondta Napóleon, hogy egy olyan nép, amelyik 2000 év után is úgy tudja gyászolni a templomának a pusztulását, mint hogyha az tegnap történt volna, az a nép az még 2000 múlva is létezni fog. És aha, tulajdonképpen ez szerintem a válasz a kérdésedre, hogy a zsidóságban, ha belegondolsz, annak ellenére, hogy lenne miért a 3000 éves történelmünk okán, de nincsenek igazán gyakran gyásznapok. De amikor van gyásznap, akkor mindent belerakunk. És ugye a zsidóságnak az összes ünnepe, az összes szokása az újra átélésről szól, arról szól, hogy nem csak tanulok valamiről, mint valamilyen elvont szellemi fogalom, valamilyen történelmi esemény, hanem újra és újra átélem, tehát legyen szó akár a Pészákról, ugye a szabadulás ünnepéről, legyen szó az új évről, amikor megfújjuk a sófárt, vagy a sátoros ünnepről, amikor kimegyünk és a sátorban lakunk. Ugyanígy a gyásszal is, amikor a jeruzsálemi templom pusztulásáról van szó, akkor ezt megpróbáljuk olyan módon magával a szokással, a gyakorlattal, olyan módon magunkévá tenni a pusztulásnak az érzését, hogy így még 2000 év távlatából is ez a templom és a templommal kapcsolatos gyászérzés az egy valódi kézzelfogható érzés. Az ember belegondol, ez tényleg felfoghatatlan, de ha elmegy a zsinagógába Tisza B'Ávkor, és leül a földre, és ott elolvasgatja Éha síralmas énekei Jeremiástól, így 2500 évvel később, akkor egy gyertya fényénél, sötétben, úgyhogy közben korog a gyomra, és nem fürdött már egy napja, akkor tényleg át tudja érezni ezt a gyászot. Az, amiről manapság sokat beszélnek, holokauszt túlélők, vagy holokauszt kutatók, vagy olyan emberek, akik fontosnak tartják a holokauszt emlékének a megtartását, és azt mondják, hogy hát eltávolodunk tőle, most már 80 éve, most már ugye nincsenek személyes kontaktok, nincsenek személyes kapcsolódások, hát hogy lehet ezt az emlékét megőrizni? Én nem mondom, hogy a holokauszttal kapcsolatban is ezt kell csinálni, csak azt mondom, hogy a zsidóság képes volt egy 2000 éves gyásznak a történetét élve tartani, ezek által, a szokások által. Most egy gyásznak az élve tartását, az csak akkor érdemes megtenni, hogyha annak tényleg valamilyen spirituális jelentőséget tulajdonítunk. Hát igen, akkor ez a kérdés és az ellentmondás a holokauszt emlékének megőrzésével, hogy ez egy tanított, tanult történelem, amikor már majd sajnos lassan egyetlen túlélőnk sem marad már, 5-6-10 év múlva már valószínűleg, hogy nem nagyon lesz, aki túlélője ennek a soának. Ha marad a tanult történelem, a tankönyvi tanult történelem, meg lehet-e, vagy kellene teremtenie valamilyen fizikai ritualitását ennek a dolognak, hogy generációkról generációkra így fennmaradjon, vagy ennek nem kell, hogy így maradjon fent, elég lesz tudni róla? Hát szerintem ez egy fontos kérdés. Én nem vagyok, én nagyon nagy híve vagyok annak, hogy a holokauszt
emléke és a holokauszt tanítása, és azok a személyes tanúvallomások, amiket a túlélők el tudnak nekünk mondani, ezek maradjanak meg, és ne vesszenek el. Ugyanakkor az, hogy ennek egy vallási kultuszt kellene teremteni, azt nem gondolom. Igen. És azért nem gondolom, mint ahogy azt sem gondolom, hogy az összes többi zsidó szenvedésnek, ami sajnos a felmenőink keresztül mentek, 3000 éven keresztül, annak vallási kultuszt kellene teremteni. Miért teremtünk ennek a mai napnak mégis akkor egy vallási kultuszt? Mi a különbség az összes, mondjuk mi a különbség a holokauszt és a mai gyásznap között? Miért tartunk böjtnapot ma, és miért nem tartunk böjtnapot a holokauszt okán? Én azt hiszem, hogy ennek az az oka, hogy itt ne felejtsük el, hogy az összes szenvedés közül, amit ki lehetett volna választani, mégiscsak a szentély pusztulásának a napját választottuk ki. Hát nem csak a fizikai szenvedés a kérdés, egy nép kultúrájának, egy nép fennmaradásának a záloga, az nem önmagában az, hogyha emlékszik arra, hogy milyen sokat szenvedett fizikailag, hanem ha arra emlékszik, hogy van egy olyan spirituális, szellemi összetartó erő, ami megingott 2000 évvel ezelőtt, és az, hogy miért ingott meg, hogyan pusztulhatott el Isten háza, és ennek mi a spirituális lelki oka, mi az, amit mi ebből tanulhatunk, mi az, amitől mi jobbá válhatunk, és mi az, amitől különben megvan az a reményünk, hogy ez a ház majd újjáépül, és ennek a teljes szimbolikájával és tanításával együtt, és ennek van értelme, vagy ebben a kontextusban van értelme 2000 évvel később is gyásznapot tartani. Önmagában a szenvedéseinkre való emlékezés az nem biztos, hogy érdemel egy vallási kultuszt. Arra nem is beszélek különben, hogy az a szép ebben a Áfó 9-ében, és abban, ahogy a templomnak a pusztulására emlékezünk, és hogy, ahogy ennek spirituális magyarázatot adunk, hogy közben minden más pusztulást és szenvedést is bele tudunk fonni, beleértve a holokausztot is, bele tudunk fonni ebbe a történetbe. Van különben egy, ezt még csak gyorsan elmondom, hogy van egy költemény, gyűjtemény, amit Kinosznak neveznek. Kinot az ilyen síralmas énekeket jelent, uh-huh. És ez magában foglal egy olyan 1500 évnyi zsidó szenvedést, ez egy körülbelül 200 éves, vagy 200 oldalas költeménygyűjtemény, amit a reggeli ima után szoktunk ma, Áfó 9-én így délig olvasgatni, és hát ebben a legborzalmasabb eseményei vannak a zsidó történelmnek a legkülönbözőbb korokból. Vannak olyan kinotok is különben, amik a holokausztól kapcsolatosan íródtak. Tehát ha valaki ilyenkor ki akarja gyászolni magát, akkor minden kapcsán ki tudja magát gyászolni, de az egész az valahogy mégis egy spirituális eseményre, a templom pusztulására van ráfűzve, és nem pedig önmagában a fizikai szenvedésre csupán. Igen, de akkor ennek, ha most hülye szót fogok használni, hogy akkor van értelme, és azért van értelme ennek a spiritualitásnak, és akkor Áfó 9-ének az újbóli szigorú rendszerinti megünneplésének, vagy gyászolásának, hogy a templom valahai újra felépítése nem egy szimbolikus, hanem egy fizikailag elérendő cél, nem? Hát szerintem ez nyilván is benne van, tehát ugye Áfó 9-éről azt mondja a Talmud, hogy Áfó 9-én született meg a zsidó messiás, ami ugye azt akarja kifejezni, hogy a pusztulás napján egyszerre létrejön a pusztulás alól való felszabadulásnak a lehetősége, ezt szimbolizálja a messiás aznapi születése. De szerintem arról is szó van, hogy ha a zsidóságnak van valami fajta spirituális küldetése a világon, akkor van értelme arról beszélni, hogy volt egy templom, és ez a templom elpusztult, és hogy a zsidók szenvedtek ugyan, vagy szenvednek, de ennek a szenvedésnek kell, hogy legyen az évezredek során valamilyen értelme, valamilyen tanulsága, és így tovább. De hogyha nem ebből indulunk ki, hanem nem a vallási oldalról indulunk ki, és nem abból indulunk ki, hogy a zsidóságnak van valamilyen küldetése, amilyen küldetést követ kifejez a templom, hanem csak egyszerűen arról beszélünk, hogy a zsidók mennyit szenvedtek és szenvednek, akkor nincs értelme az egésznek, mert akkor ne legyen zsidóság. Tehát mi értelme van fenntartani a zsidóság emlékét és történetét, hogyha a zsidóságnak nincsen valamilyen vallási
hitvallása és küldetése. Tehát amikor azt mondom, hogy a szentély pusztulására emlékezem, és kifejezetten ez kerül középpontba, akkor ezzel azt mondom, hogy a zsidóságnak van valamilyen isteni küldetése, van valamilyen célja, és hogyha van célja, akkor a szenvedése sem teljesen értelmetlen, mert valamilyen cél érdekében halad, és a fennmaradásának része az, hogy szenved. Ha nincsen célja a zsidóságnak, az egész az teljesen céltalan, és véletlenek egybeesése, és akkor tulajdonképpen a szenvedés, semmi értelme nincs ennek a szenvedésnek, és nincs is értelme ezekre a szenvedésekre emlékezni. De hát akkor az első pillanatában is erről a kettőségről szól, mert ugye a 40 évi sivatagi vándorlás az egy szenvedéssel együtt járó, nagyon-nagyon kemény, nagyon-nagyon súlyos próbatétel, nem beszélve a végső céljáról, hogy egy olyan nemzedék érkezzen meg Kánaán földjére, amelyik már biztosan nem fog nosztalgikusan emlékezni az egyiptomi rabszolgásságra, mert ugye ez is benne volt ebbe a vándorlásba, ebbe az isteni parancsba, hogy biztos hittel érkezzenek Kánaánba, és ne vágyjanak vissza az egykori rabtartó fáraó uralma alá, hogy ennek is van értelme. Tehát ez a szenvedés, ez a hosszú 40 évre kiszabott szenvedés is konkrét célt tűzött ki. Tehát akkor ez ugyanaz a gondolat, mert amit most a templommal kapcsolatban már elmondtál. Tehát ez így eléggé következetesen látszik így. Hát tulajdonképpen van, hogyha így nagyobb merítésben nézzük ezt a történetet, akkor ugye az egyik az arról szól, hogy már a 40 éves vándorlás az arról szól, hogy hogyan lehet a szabadságot elérni, hogyan tudja egy kis nép, vagy akár mi személyesen a szabadságot elérni. A szabadság az nem csak a fizikai szabadság, hogy fizikailag felszabadulunk fáraó uralma alól, egy külső hatalom békjóit levetjük magunkról. Ettől még nem válunk szabaddá, hanem el kell telni 40 évnek, hogy megszabaduljunk a saját lelki békjóinktól és megszokásainktól. Ugye ez egy fontos dolog, és ez gyakran vándorlással és szenvedéssel jár, mert egy értelmetlen vándorlásnak is tekinthetjük azt a 40 évet, amíg ide-oda bolyongunk, miközben ott vagyunk a közvetlen közelében a ígéret földjének. Csak hogy ezt az ígéret földjét, azt nem elég fizikailag tudni elérni, hanem lélekben is tudni kell, hogy az ember hogyan tud szabaddá válni az azt megelőző nemzedékeknek a békjóitól. Ez az első történet. A másik történet pedig, ami a szentély pusztulásáról szól, és arról, hogy a szentély pusztulásával tulajdonképpen létrejön a zsidó diaszpóra, a szétszórattatás, amit úgy értelmezünk, hogy az egyik oldalról egy büntetés, a másik oldalról viszont egy lehetőség. Ugye azt mondjuk a imáinkban, hogy néhato einuga linumár ceinu, a vétkeink miatt üzettünk ki az országunkból, üzettünk ki hazánkból, tehát a számüzetés, a szentély pusztulása és a számüzetés az egy isteni büntetés. A másik oldalról a Talmud azt mondja, hogy Daka asszalkados borhlészről se pizram béna umajsz, az örökkévaló jót tett Izraellel, hogy szétszórta őket a népek közé. Az, hogy szétszórattatásban élünk, az egy ajándék is egyben, egy ajándék a világnak, ha úgy tetszik, mert a zsidó kultúra, a zsidó szellemiség ajándékát el tudjuk juttatni a világ minden pontjára, és nekünk magunknak, zsidóknak is ajándék, hiszen mennyivel másmilyen lenne a zsidóság, hogyha ez a diaszpóra és ez a diaszpórával járó kulturális sokféleség, amit a zsidóság magába szívott Indiától Angliáig, Chilétől Bodrog keresztúrig, ez a sokféleség, ez a sokszínűség nem lenne. Szóval ez a kettősség, ahogy te is mondtad benne a történetben, és ez mind-mind a mi személyes életünkben is arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyik oldalról gyászolunk, mert fájdalmaink, szenvedéseink vannak, ugyanakkor a szenvedés az nem értelmetlen, minden szenvedésnek kell, hogy legyen valamilyen oka, kell, hogy legyen valamilyen pozitív oldala, ugyanúgy, mint ahogy egy műtét is valamilyen fajta fájdalommal jár, de mégiscsak gyógyulást hoz, ahogy a nehéz munkával fáradtság jár, és néha megsérülünk, de mégiscsak ezek azok a dolgok, amikkel előre tudunk jutni. A szűken értelmezett gyász, az a halotti gyász, az azért érdekes, mikor erre én is magam felfigyeltem, hogy a zsidóság az az életvallása. És amikor egy hozzátartozót elveszítünk,
Utána a gyász egészen más, mint egyéb kultúrákban, és főleg, mint a keresztény kultúrában és a keresztény gyászban. De nagyon gyorsan vissza kell adni az embert a földnek, és sokan ezt még szemrehányólag is mondják, hogy a zsidók nem nagyon járnak temetőbe, vagy ritkán járnak temetőbe, békén hagyják a halottaikat, mert onnantól kezdve, amikor megvolt a gyász, onnantól kezdve csak az életre kell koncentrálni. Most lehet, hogy elég primitíven fordítottam le ezt a dolgot, nem tudom, hogy ez helyén való-e. De abszolút így van, és szerintem, hát ugye mondjuk évente egyszer ezért kiszoktunk menni a temetőbe a közvetlen halottaink sírjához, de nincsen olyan halotti kultusz a zsidóságban, mert valóban az élet az nagyon fontos, olyannyira, hogy különben érdekes módon a temetőt is úgy szoktuk nevezni, hogy Beta Haim, az életnek a háza. Tehát, hogy mindig valahogy az élet és az élet központuság oldaláról közelítjük meg ezeket a dolgokat. És a szentély pusztulására emlékezve is a dolognak a minden negatív és nehéz tartalma mellett a szenvedésből, a szép szórattatásból, az összetörtségből való újra kinövekedés és újraépülés az, amit próbálunk kikövetkeztetni. Van egy nagyon szép történet a Talmudban, hogy mennek a talmudi bölcsek valamikor egy 100 évvel mondjuk a jeruzsálemi pusztulás után Jeruzsálemben, és meglátják, hogy egy róka, vagy egy sakál jön ki arról a helyről, ami valamikor a szentek szentje, tehát a jeruzsálemi templom legszentebb terme volt. Az a terem, az a kis szoba, ahol a frigyláda volt őrizve benne a két kőtáblával. És azt látják, hogy a romok közül egyszer csak pont arról a pontról kijön egy sakál. Aha. És az ott lévő bölcsek elkezdenek zokogni, és elkezdenek sírni. Rabbi Akiva viszont, aki az egyik legnagyobb talmudi bölcs, elkezd táncolni, és elkezd örülni. És amikor megkérdezik tőle, hogy hát mégiscsak megbolondult, hogy látja, hogy mi történik itt, hogy a sakálok járnak azon a helyen, ahol valamikor a főpap a legszentebb nap tette be a lábát, és ilyen különleges szimbóluma volt az isteni szövetségnek. Erre azt mondja Rabbi Akiva, hogy van egy profécia, ami arról szól, hogy majd Shualim Holchuba, hogy majd sakálok fognak járni, rókák és sakálok fognak járni Isten házának a helyén, de ugyanennek a proféciának része az is, hogy majd egyszer újra fölépül a templom, és a zsidók visszatérhetnek a számüzetésből. Azt mondja Rabbi Akiva, hogy most, hogy a proféciának az első fele teljesült, biztos vagyok benne, hogy a második fele is teljesült. Amíg nem teljesült az első fele, addig nem lehetem benne biztos. Szóval, hogy ez a pozitív hozzáállás és a pozitív tekintése a dolgoknak, az még egy ilyen Tisza B'Av napján, még a szentély pusztulásának a napján is kidomborodik. Na, hát lassan a műsorodő végén vagyunk. A nyári időszak az, amikor megritkulnak nagyon a zsidó ünnepek, most őszig nem nagyon lesz. Újabb vagy lesz? Nem, most ugye Tisza B'Av után lesz egy másfél hónapunk, amikor föl tudunk készülni arra, hogy aztán egy teljes hónapot ünnepekkel töltsünk, ugye amikor szeptember 17-én este, azt hiszem idén ránk köszönt a rososan a zsidó új év. Köszönöm szépen, Köves Homó Rabbinak, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, egy hét múlva jelentkezünk, az nagyon valószínűleg tartom, hogy az is még egy ilyen videokonferenciás hangfelvétellel fog készülni, de abban reménykedünk, hogy utána vissza lehet ismét térni a stúdióba, és már a fertőzésnek az emléke sem maradjon meg. Köszönöm még egyszer neked is, szervus Lomó, és viszont hallásra mindenkinek. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré.